Ebben az évben is az Alba Régia Tánc Egyesület adott otthont a 20 keresztül néptánc találkozónak, amely idén is az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület szakmai támogatásával valósulhatott meg. A Közép-Dunántúl régiós rendezvényére az ország számos pontjából érkeztek néptánc együttesek, a gyermek és ifjúsági korosztályból. A 10. alkalommal húzzuk keresztül nem a számításunkat, hanem az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület által kiírt gyermek és ifjúsági csoportos néptánc versenyek egyik regionális helyszíne vagyunk már 10. éve. És nagy örömünkre erre az alkalomra is 10 néptánc együttes jelentkezett Közép-Dunántúl régióból, és 3 együttes ezen kívül Pest vármegyéből. A 13 tánc együttes mintegy 270 fővel képviseltette magát a rangos megmérettetésen. A fesztivál Székesfehérvár önkormányzata, az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület, a Csóri Sándor Alap, a Nemzeti Kulturális Alap és a Hagyományok Háza támogatásával valósulhatott meg. A találkozó barátkozási ismerkedési lehetőséget biztosított a résztvevő néptánc együttesek számára, és a szakavatott zsűri segítségével a csoportok útmutatást, módszertani segítséget kaphattak további munkájukhoz. Különböző ismérvek alapján koreográfiai összeállítás, zene, ének, színpadi viselet, színpadi jelenlét, stílusos táncolás, ilyen alapoknak kell, hogy megfeleljenek, és aki ezt maximálisan teljesíti, az valóban kiváló aranyat érdemel, illetve a zsűri által legjobbnak ítélt összteljesítmény alapján együttes fesztiváldíjat kap, és koreográfiai díjak is kiosztásra kerülnek. Az együttes bronz, ezüst, arany és kiemelt aranyfokozatú okleveleket, valamint fesztiváldíjakat, koreográfia díjakat és külön díjakat nyerhetett. A zsűri javaslatot tett a következő évi gyermek és ifjúsági néptánc antológián történő részvételre is.